Na szevasztok srácok, Makó vagyok, itt lennék a The Long Dark Story módjának második epizódjával, amiben folytatjuk tovább a negyedik naptól a játékot. Nagyon kíváncsi vagyok, elfelejtettem már, hogy mit kell benne csinálnom, azt hiszem kaját kell gyűjtenem, meg tényleg nem tudom mit kell csinálni. Na, mindjárt meg fogjuk tudni, amint betölt a játék, és menjünk a J betűt, amiben a missionek vannak. Éhesek vagyunk, mint az atom, ezt már tudom. És azt mondja, hogy jé. Na tehát nekünk mit kell csinálnunk? Azt mondja, hogy see if you are strong enough to climb out of the ravine, tehát ebből kell kimásznunk, föl kell fedeznünk, és kaját kell találnunk. Addig kell kajálnunk, amíg fúrra nem kajáljuk magunkat. Ez a küldetésünk van. Your ears are your best survivor tool. Mindent meg kell hallanunk. Ők körülöttünk. Oké, és jó. Na hát, ugye ezek már üresek, tehát ezeket így felszedtük errefelé mindent. Elmeszek csipkebogyót, mindig nem tudok szedni. Nem, mert nem kell a csipkebogyó nekem még mindig ezek szerint. Ugrani nem tudunk a játékba, tehát nyomom a space-t, hogy ugorjak. Úgyhogy ugrani nem tudunk a játékba. Ez egy kicsit fura nekem, de semmi probléma, felszedünk mindent. Hú, srácok, nagyon nehéz egyik játék után a másikkal játszik, tök más az irányítása, nem akarom összetörni. Kis sticket szedek, hogyha esetleg tudunk majd sütni valamit, akkor ezt meg tudjuk sütni. Na most, igen, tehát innen kell nekünk lemászni, vagy ez, hogy nem is értem, hogy nekünk most itt hogy kell lemennünk, mert szerintem rohadtul meg fogunk halni. Mert ugye ide, itt, értem, tehát itt vagyunk fönt. Most nekem ki kell másznom? Nem tudom. Nem tudom, hogy mit kéne csinálnom most, itt el vagyok akadva szerintem. Erre fölfelé, ott a repülőnek a darabja fönt. Aha, itt van egy híd, jól van, mutatja a játék, mit kéne csinálni. Csak én nem figyelek, sprinteni még mindig nem tudunk, nagyon gyengék vagyunk hozzá. Ó, viszont itt van egy döglött szarvas. Van nekünk ám itt ám jóság. Ó, van itt fa. Tik. Egy kabát. Nagyon jó. A ruha megvéd minket az esőtől, a hidegtől, a széltől, és egy kicsi védelmet is ad a vadállatokkal szembe. Meg kéne másznom, de még nem tudjuk megmászni. Viszont valamit találtam. Ezt most kibontjuk? Ó. Számzáros a cucc. Valami videó jön, oké, ezt megnézzük akkor. Csak a telefon nagyon jó a grafika. McKenzie, az mi vagyunk? Egy repülő téren dolgozunk, pilóták vagyunk. Maurin, akit elvittünk magunkkal a repülőn, azt hiszem. De jó a grafikája, Astralt. Will McKenzie-nek hívnak minket, azt hiszem. Years. I haven't heard from you since. I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well, nem lennék itt, ha nem lenne fontos. What brings you? I mean, mit hoztál? Are you sick? No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. Mindig orvos a nő. Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear. Aha. Egy elszigetelt helyen valaki nagyon beteg. Ezen a északi Great Bear-en, ezen a csodálatos medve, az a neve a helynek. És akkor el kell vennünk oda a repülővel. Valakinek meg kell menteni a világot. Will,
Ez az ex-feleségünk amúgy azért van, beszélnek ilyen furán. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions. Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, nincsenek kérdések. The weather out there is bad. Bad. Nagyon rossz az idő odakint, és rosszabbra fordul. Meg fog szólni. Nem kockáztatom az életemet, hogy berepüljek a közepébe az északi semmibek. Igazából ennyit tudtam elolvasni belőle hirtelen. Ezt kéri tőle. Igen, és ezt kéri tőle. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know. Valaki meghalt a nőnek. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. Minél több ideig várunk, annál rosszabb lesz. The worse what will get. Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Nem csak az időjárásról akar beszélni a nő. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Better buckle up. Felszállunk. Ez a baj. Na és akkor ugye innen kezdődött a játék. Tehát ugye lezuhantunk nyilván, mert viharba szálltunk föl. Whatever's in this case, saving. Astrid was ready to die for it. I hope she hasn't already died for it. Nálunk van a táska, de nem tudjuk kinyitni. This carcass could save my life. This doesn't look too good, but what choice do I have? Bizony, vágnunk kell húsit. Mennyit vágjunk? 15 perc, 1 kilót, másfél kilót, 45 perc, másfél kiló, 211 kalória, cullant kalória, 0, akkor egy fél kilót vagyunk, majd visszajövünk. Így is nagyon éhesek vagyunk. Itt vágtunk belőle. Fél kiló húsit. És akkor nekünk ezt meg kell sütni. Everything you eat can kill you. Amit megeszek, meg tud ölni. Igen, tehát meg kell sütni a nyers húst, mert kaphatunk, mérgezést kaphatunk, vagy paraziták lehetnek benne. Úgyhogy, ha megsütjük, akkor kevesebb predátor lesz, kevesebb olyan vadász. Ja, és plusz nyers húsra jönnek a vadállatok is. Tehát mindenképp meg kell sütnünk a nyers húsit. Itt kell majd fölmásznunk, hogyha teljesen jól laktunk. De most elsősorban, ugye az a fő célunk, hogy egy picit együnk valamit, és miután ettünk, és még ég a tűz mindig, nagyon nagy szerencse. És szóval miután ettünk, akkor fel tudunk mászni. Szerintem az összes húst ki fogom nyerni a szarvasból, és az összeset meg fogom sütni. Nálam lesz az összes húsi. Food, tehát cook, megsütünk fél kilót. Én nem tudom, ki alszik-e a tűz, remélem, hogy nem, mert nem néztem meg. Aha, csak nem alszik ki. Mert begyújtani sokkal nehezebb, úgyhogy inkább ráteszünk még egy lapáttal. Kis fát, nagyon jó. És remélem, most tudok enni. Itt van nálunk megsütve húsi, 440 kalória. Na, az jó. Plusz iszunk is rá, mert hogy nagyon szomjasak is vagyunk. Ittunk is rá. 4 deci vizet ittunk rá. Hogy állunk? Nagyon minimális... Nagyon minimális mennyiséget fejebb emelkedett az éjségbárunk. Úgyhogy még vágunk a szarvasba, szerintem most már ki tudjuk vágni az összes húst, mert már lesz annyi kalória a szervezetünkbe, hogy ki tudjuk vágni az összes húsit belőle. Ugye azt mondták, hogy föl kell fullozni magunkat teljesen. Úgyhogy ez mindjárt ki fog derülni, hogy vajon jó lesz-e. Azzal vágjuk, ami... 426, hát vágjuk. Éhezni fogunk a végére, de legalább nálunk lesz 3 kiló hús. Igen, és újra éhezünk, plusz nagyon fázunk is. Mi az anyám volt ez most? Valamiért csúnyát akart mondani a bácsi, de nem mondott.
De valamiért azt mondta, hogy áh, valami fájt neki. Megint beindul ez a baró zene, hihetetlen jó. Gyerünk. Csontváz. Nem tudunk semmit sem, ugye? És kialudt. Nem hiszem el, be kell gyújtanom. Valami accelerant van, 100%. Tuti be kell gyulladnia, úgyhogy muszáj. Így gyújt, és be is gyulladt. Ennyi, easy. Azt mondja, hogy húsit süssük. Így is van. Nagyon éhesek vagyunk, de megsütöm az összeset, mert romlik folyamatosan nálam a nyers hús. Bár ugye fagyott, de romlik mégis. Úgyhogy inkább azon, hogy inkább menjen lejjebb egy kicsit az éjség. Bár vagy nem tud lejjebb menni, tehát a kondíciónk menjen lejjebb. 3 percig ég még a tűz, úgyhogy adunk rá egy kis kakaót, hogy itt melegedjünk mellette. Plusz nekünk szerintem van egy kabát, amit nagyon nem is vettünk föl. Így van. Ez a kabátot föl kéne venni. Igazából át van fagyva a kabát, de majd szép lassan fölmelegszik a kabát, és akkor nagyon jó lesz nekünk. Ideálunk jó közel a tűzhöz. Ez azt tudunk enni. 880 kalóriát ad ez a húsi nekünk. Ez is 880 kalóriát ad. Nem tudom, most megegyem a másikat is, vagy hagyjam meg. Á, lehet, hogy ez lesz, hogy meghagyom. Viszont nekem mindenképp meg kell várnom azt, hogy fölmelegedjek. Mert ha így indulok el, akkor azzal csak magamat hátráltatom, úgyhogy addig egy kis, míg melegszünk, kis havat olvasztok, még mert már kevés van nálam víz, és boil, meg is forraljuk, nem használjuk el azt a tablettát, azt majd később, amikor nem áll rendelkezésünkre tűz, majd akkor jó lesz. Így is van, akkor még iszunk is, kicsit teljen itt az idő vele, az ivással is. Jó, és nagyon jól állunk igazából. Talán megehetjük azt a húst, nem? Együk meg az a tuti, ami bennünk van, az a miénk. Így is van. Jó. Na nézzük azt a kabátot akkor. Még mindig át van fagyva ez a kabát, 5% frozen van rajta, még mindig. Akkor még egy kis vizet olvasszunk még. És akkor amint a kabátról lejön, az a fagyás, onnantól kezdve nagyon jól tudjuk használni a kabátot. Boil water. Ez a tűz akár ki is aludhat, mert megyünk innen most, szerintem. Valószínű az fog következni, hogy innen szépen elsétálunk. Nézzük azt a kabátot. K betű a kabát? Nem, F-fel tudjuk, és akkor erre külön betű szerintem nincs. Ha még most még vizes is a kabát, nagyon jó. Csodálatos. Ez mire megszárad, srácok? Na mindegy, menjünk akkor. Ez nem fog kiolvadni, még mindig nem tudok sprintelni, de most már egész jó állapotba került az emberünk. Ha menjünk, és akkor föl kell másznunk, ugye ez a küldetésünk. Ki kell innen jutnunk. Nagy nehezen, viszont ezt a táskát nem tudtam megnézni. Ez nekem eléggé zavaró, hogy ez a táska ugye itt van, és nem tudok rákattintani, és nem tudom megnézni, mi van benne. Viszont nekem itt climb. Mászni kell fölfelé. Csak az egeret kell nyomnom. Opsza. Mission updated. Ez direkt volt, így látom. Azt mondja, hogy Rose Hips. Painkiller. Na most kell majd használnunk végre. Akkor vissza kell mennünk. Can we boil in water to produce tea? Oké. Okay. Na, akkor is viszont kell használnunk. Ez jó, mert szerintem ki fog aludni a tűz. Aha. Megpróbáltunk kimászni, nem sikerült. Jó. Közben meg is gyógyult a bokánk. Ugye a boka ficam meggyógyult. Ezt magunkhoz vesszük. Mai nap erősebbnek érzem magam. Azt mondja a játék. Knowledge. What you know can save you. Azt mondja, hogy... Igazából ez a tudásról szól, ez a kis felirat. Mindent meg kell tanulnunk. Minél jobb ismereteink vannak, annál könnyebben élünk túl. Ez nagyon jó. Your hand feels stronger now. Time to climb ravine. Na, akkor most kell megpróbálnunk felmenni. Sprintelni, és már sprintelni is tudunk. Yeah, végre.
Ez az, nagyon jó. Hát szedünk magunknak ezt a csipkebogyót, mert miért ne? Ha még van itt, van bizony. És már... Egy lehetőségünk van, egy irány van, felfelé. Hát akkor nyomjad neki, haver. Erősebb a kezed ma már. Így van. Így van, most nagyon erősek vagyunk. Innen lenássé, haver, mert... Az nem lesz jó. Visszünk magunkkal ilyen csipkebogyót, mert ezt tudjuk enni. És egy teát tudunk belőle főzni. Mindenhol szétnézek, az a biztos. Hova megyünk? Itt mászunk. És ez a zene hozzá. Tehát, nagyon jó. Nagyon jó. Ehhez az eseményekhez, hogy mész fölfelé, ilyen reményt adó. Igen, küzdesz is. A végén célba fogsz érni. Azt hiszem megcsináltuk. Meg fogom csinálni. Will még itt volt, vagy sima még itt? Nem láttam. Már közel vagyunk a tetejéhez. Itt kell másznunk tovább, ez az. Gyerünk, ez az. Megcsináltam, ez az. Fent vagyunk. Kijutottunk, srácok, belőle. Csak hova kell menni? Aha, itt van a repülőgép többi darabja. Na. Szerintem ezek között majd lehet kutatnunk valószínű. Mindenféle jóság után. Igen, itt a repülőgép. Aha. Hát igen, tehát beleszálltunk szépen. Hopp, megint egy kis film, ez ilyen kisfilmes rész lesz. Jól, ennyi kisfilm van, ezért... Hosszabb lesz ez a rész, mint az első volt. Ha volt feleség. Hogy hordod még mindig a gyűrűt, és milyen gyűrűt? Hát a mi gyűrűnket, és akkor elfejtettem levenni. Ó, a nő is hordja a sajátját. És miért hordod? Emlékek miatt, azt hiszem. Nem akarod elfelejteni? Nem az összeset. Nem akarom elfelejteni az egészet. Kutatnom kellett volna utánad. Elfoglalt lettem, elköltöztem. Nagyon családiasan hangzik az egész. Freelance doktor, szabadúszó doktora lett a nő. Valósnak hangzik. Na most rengeteg elkezdenek veszekedni, hogy a csávó meg a apjának a régi repülőjével hordja az embereket, iszik egész nap. Mindig őre gondol. De kire? Gyerekük volt? Aha, mindjárt le fognak zuhanni. Valami rossz történik. Ja, a mágneses vihar történt, tényleg. Ez nem jó. Minden elektromos eszköz megsül. Süllyedünk. És most zuhantak le. Ilyenkor visszatörnek rá az emlékek, és így lesz elmagyarázva a történet. Tök baró. Kell valami jelnek lenni, hogy Astrid itt van. Ugye Astrid a volt feleségünk, az kiderült, akivel elváltak most már. Ez most már tiszta tény előttem. És úgy váltak el, hogy nem beszélték meg a dolgokat, és itt próbálnak most egymással beszélgetni, próbáltak a repülőbe, de hát ugye jött a mágneses vihar, ami bezavart nekik. Mindent összeszedünk. Megint nyomtam a space-t, ugrani akartam fel, de nem lehet. Nézzük, mi van még itt.
Nincs itt a nő szerintem. Legalábbis én úgy gondolom, hogy nincs itt a nő. A repülőbe se, ugye? Erre le ne essünk már. Nem, a nő nincs itt a repülő. Jó nagyot estünk amúgy, tehát oké, hogy értem már miért ment ki a kezem. Úristen. Jó nagyot zuhantunk innen fentről. Ezeket mindenképp összeszedjük, mert ez jó lesz tűzifának. Gyújtósnak. Campfire-t bárhol tudunk csinálni, hogy itt van ez a menü, és akkor itt van a campcraft. Create. Össze kell törni a ládát, abból is kapunk ilyen... Fel... Opa! Jackie! Meg Zokni! Na ezeket gyors föl is veszem, mert az annál többet jelent, hogyha van rajtunk ilyesmi. Meg van fagyva, de fölveszem, mert majd kienged rajtunk. Meg mi van még rajt? Mit tudok fölvenni? Van itt egy ilyen, vagy van egy ilyen, ami meg van fagyva. Hát akkor ez lesz most rajtunk, jelen pillanatban nem tudok mást fölvenni. Aha, hopsza, itt egy jel. Túlélte. Run for your life. Sprintelnünk kell. Use wisely. Hopp, itt vannak nyomok. Ott van egy vérfolt. Ez nem vérfolt, de én nem sprintelek, inkább összeszedem a dolgot. Nem, az nem vérfolt. Merre kell menni amúgy? Ezt nem is néztem meg. Nem, nem, most ez nem érdekel minket. Ugye ezek a saját nyomaim. Aha, csak megy le a staminám elég erősen, úgyhogy... Nem nagyon kéne így szabadon random sprintelgetni. Ja, és igen, már kezdünk megfagyni. Gyorsan, gyorsan, gyorsan. Opp, itt van egy másik nyom. Kő. Tegyük csak fel ilyen követ. Kés, tehát itt van egy következő nyom. Hipotermia risk. Az nem jó dolog. Storms. Le lehet vele... Ó, a kövekkel be lehet kábítani a nyulakat. Azt mondja, hogy... Tón. De hogy kell célozni vele? Ez nagyon nehéz. Ja, aim, de hova lő? Hova nem is értem, hogy ezt, hogy most hogy kéne nekem célozni ezzel. Oké, hogy mindjárt megfagyok, ezt már... Opa! Nem, nem, nem. Ó, ez mi volt? Szerintem itt van valami a földben. Ez megvan, hogy mindjárt meg fogok fagyni. De erre is muszáj szétnéznem, nem tudom, hogy merre mehetett el a... Volt feleségünk. Itt van, ez... Itt volt. Beef jerky, campfire, burned out. Ezt begyújtjuk mindenképpen, accelerator 75%. Ez mindegyik 75%, újságpapírral. 75. Nem akarok akart, frostbite risk, meg fogunk fagyni. Muszáj begyújtanunk a tüzet, remélem sikerülni fog. Jajajajajajaj. Most egy napot megyünk túl, hát azon azért picit többet szeretnék. Gyerünk, gyerünk, gyulladj be! Légy szíves! Na, be fog gyulladni. Ez már szerintem be fog gyulladni. Á, most már van lángja, úgyhogy ez begyulladt. Jól van. Eddig még mindig sikerült szerencsére. 75% azért az elég nagy esély. It worked. Így van, végre működik. Megint van nálunk hülye kavics. Megvárjuk, hogy Nyuszi ide jöjjön. Nyuszi, hopp! Az itt megvan! Ne! Campfire, add fuel. Basszus. Azt hittem, hogy... Te jó Isten, azt hittem, hogy kialszik. Ilyenkor a kabát vajon olvad ki rajtunk? Szárad meg. Zokni, az jól meg van fagyva. Ez lehet, hogy nem is jó, hogy rajtam van, nem? Nem jelent semmit, hogyha rajtam van. Aha.
Healed hipotermia risk, nagyon jó. Most nyúszit kellene találnom mindenképpen, amit rám fog sötétedni. Picit akkor most, hogy így fölmelegedtünk. Szedünk még egy kis követ. Jó, fehér a játék amúgy. Nem. A C-vel, oké. Mennyi nyúl van itt? De ez nem igaz. Ez majdnem megvolt. Srácok, ez rohadt nehéz. Nem tudom, hova dobja. Várj, nézzük meg. Jel, mondjuk a fát, vagy mit, azt a... Oda dobja, tehát a hüvelykúja, ahol van, jó. És ezt is tudom. Hé, szia, nyuszi. Te nagyon közel voltál, basszus. Állj meg, ne fuss annyira. Ez nagyon nehéz, srácok. Frostbite, fagyás. Nem dob el odáig, az a baj. Ezt, aki meg tudja csinálni, annak nagyon jó lehet. Amúgy ez küldetésünk? Crash site and beyond. Ja jó, oké. Okay. Csak körbe kell néznünk akkor. Oké, okay, ez nem küldetésünk, hogy nyomjuk le nyuszit. Csak most az a... fontos, hogy... fölmelegedjünk, mert hipotermia risk áll fent. És ez nagyon nem jó. 40 percig ég még a tűz. Egy nyuszit azért jó lenne elkapni, mert na, mégis mekkora menő lenne már. Nagyon lassan melegít fel a tűz. Menni kell tovább arra fölfelé, mert tudom. Healed frostbite risk, az oké. Okay. Hipotermia risk is. Jó, jól van. Na jó, apá! Á, bele... na ez nem esett jól. Burns, ajaj. Másszunk föl. Már nagyon fázunk, de fölmegyünk mindenképpen most már. Hogy állunk élettel? Nem olyan jól megjégtünk. Kellett volna csinálnunk egy jó teát amúgy. Szóval a heal. Antibiotikum a égésre. Nem jött össze. Francba. Muszáj lesz campfire-t csinálnom valahol. Couching. Jó, oké, persze tudom, hogy... várják, control? Igen. Muszáj lesz egy campfire-t, mert... kell csinálnom egy teát. Mert ez így nagyon nem lesz jó. Ó, itt egy barlang, de jó. Na, a barlangba csinálunk majd egy... gyorsan tényleg körbenézünk, hogy mi van. Íh, ez mi? Ja, ez semmi, ez csak így itt van. Jó, még szedünk föl ilyen sticket. Mert ebből ugye tudjuk táplálni Frankon a tüzet, hogyha van nálunk, meg gyújtani is tudunk vele bármikor. Tehát ez azért jó, mert gyújtani is tudunk vele tüzet. Igen, tehát folyamatosan sebződök sajnos most. Reméljük, hogy nem fogok meghalni. Kibírja még, ha bemegyünk a barlangba. Cave. Ah, jó van, túléltük. Light. Each light serves pros and cons. Aha. Jó, kés. Jó sötét van. Itt egy torcs. Equip it. Meggyújtjuk. Yeah. Petrol. Egy ágyikó. Ezzel tudjuk elmenteni bárhol a dolgukat. Nagyon jó, ezzel a hálózsákkal. Kesztyű is volt nála, plusz kaja. Várjál, már van kaja nálam. Tényleg, most teszem itt egy csomó minden. Megvan főzve, 64 kalória.
De legalább jobb, mint a semmi. Kis üdítő. Azt kell megenni, aminek nagyon alacsony a szintje. Például ez, 350 kalória. Beef jerky, szárított marhahús. Jó, tök jók vagyunk most már. És tök jó, mert megy fölfelé. Testhőmérsékletünk attól, hogy torsot tartunk magunknál. Bandást vele tudunk craftolni, ugye? Elméletileg azt mondja, hogy bandás craft. Így van, van nálunk ruha hozzá. Kell, mert az égésre bandás kell. Nem tudom, mit csinálok belőle, de valamit igen. A csirkebogyóból mit csináltam? Jó, valamit csináltunk. Az a lényeg, hogy most akkor elméletileg van campfire az égésre. Oké, ez sikerült. Plusz antibiotikum. Igen, akkor kell nekünk egy olyan, hogy first aid, antibiotikum, campfire. Nem igaz. Mi antiseptik? Nem sikerült semmivel meggyógyítani. Bandage. Cold weather left hand frostbite risk. Oh, come on. Nem igaz. Ezt nem sikerült, de ez inkább, ez aggaszt engem. Tehát kell főzni. Jó, hát akkor az lesz majd, hogy tényleg főzünk egyet. Csak az a baj, hogy ki fog aludni nálam a fákja. Úgyhogy muszáj lesz majd egyet csinálnom. Ezt el is dobjuk. Ez már nem is világít semmit. Úgyhogy kell egy crafting menü. És egy torch. Lamp oil kell hozzá. Ajaj. Ezt mégiscsak adjuk föl. Mert nem látok semmit, de... Há. Jó. Hát srácok, ebből nem fogtok semmit látni. Én se nagyon látok. De az a lényeg, hogy itt most le kéne guggolnom, mert itt, aha, ott már látszik valami, jól van. Most már fogunk látni. Jól van, jól van. Itt egy másik torcs. Azt mondja, innen jöttünk. Tudunk menni arra, meg tudunk menni, menjünk balra, akkor csak használjuk a torcsot, ugye? Light sources. Ja, volt egy gyufa. Mondjuk azzal is tudunk világítani a gyufával, az elég vicces. Ez is csak félig van megtelve ez a torcs, úgyhogy sietnünk kell nagyon, nem szabad így eltotoljázni az időt, mint az előbb. Gyorsan tényleg. Kól, szén. Az jó, az a jó, sokáig ég a tűz. A szénnel. Gyors körbenézek erre is, van-e még valami a földön? Nincs. Okés. Menjünk akkor. Tök jó, hogy zörögnek rajtam a dolgok, amiket így magamra aggattam. Tik. Itt. Ó, nem akartam eldobni, ad ide. El akarom oltani, mert most itt nem nagyon kell. Leaf cave, nem. Megyünk akkor vissza. Itt igazából itt nagyon nincs rá szükségem. Breakdown. Mert itt van egy kis fényünk. Ez tök jó. Be is esett a hó. Meg visszafelé tudom az utat így, úgymond. És ha láttok ti is valamit, kövessétek a pontot. És akkor erre megyünk, viszont akkor begyújtjuk. Ó, itt egy campfire, de jó. Gyorsan keresünk itt a táskába. Lantern oil 2 deci, na abból tudunk torcsot craftolni. Ez azért jó. Hát srácok, akkor itt én eloltom ezt. Jelentem. És a campfire-t begyújtjuk.
nem kell accelerant, hanem olyan dologa kell begyújtani, amivel sikerülni is fog. Stickkel 75%, megpróbáljuk stickkel begyújtani, és utána rádobjuk azt a cuccost. És akkor főzünk teát, mert hogy van vízünk. Főzünk teát, akkor az elméletileg az égési sérülésünkre is jó lesz a csipkebogyó tea. És akkor... akkor jók leszünk, meg elméletileg a fagyásra is jó lesz, mert hogy átmelegít minket a tea. Ad egy ilyen buffot a tea, hogy ilyen átmelegítő hatása van neki. Oké, sikerült. Nagyon jó, de... ki alszik? Te már! Te... tedd már el! Hogy... hogy rakom el? Most... basz, ki aludt? Tehát ezt nem hiszem el. Tedd már ezt a szart. Dobd el, vagy valami... fuel, add fuel. Ah, jó van, be. Vissza sikerült gyújtani. Jó, ezt megmelegítjük, a kaját. Ezt megesszük. Nagy nehezen kibontjuk azzal az édes fém darabbal, ami volt nálunk. Fölmelegítjük. Az a baj, ki fog égni a fákja közben. Jó. Torch. Extinguish. Hogy kell elrakni? Ja, oké, egyes gomb. Ja. Menjünk még egyszer. Oké, és mindegy, hagyjuk. És... igen, mert össze kellett vágni. Tehát úgy használjuk fel a csipkebogyót, hogy összevágjuk. És most főzünk belőle teát. Amit frankó meg is fogunk inni. Hogy jól érezzük magunkat. Hol van? A gyógyszernél lesz, előtte elszünk. Healed frostbite risk, nagyon jó, a fagyásra. És az a jó, hogy melegít minket, és itt a teácska, ezt is megisszuk. Nagyon jó. Healed, mindent meggyógyítottunk magunkon elméletileg, így van, és melegedünk is fölfelé, nagyon jó. Mit kell csinálnunk még? Azt mondja, jé. Search the area of the crash site and beyond, és alatta. Igen, tehát most ezek vagyunk, mi itt vagyunk alatta. Hova tettük a torcsot? Itt a torcsunk. Megnyük még egyszer. Igen. Hútövé, a hát megnyomjuk, akkor csak elrakjuk. Jó, H-val rakjuk el, srácok, jegyezzétek meg. Cuccot a játékban H-val raktok el. H, és akkor most fogok ránézni a campfire-re. Mennyi víz van nálam? 3 liter víz van nálam, az bőven elég. A ruháim hogy állnak? Az megszáradt, ez nagyon jó. A zokni meg hát olvad kifelé szép lassan. Igazából ennyi, nem tudok más csinálni. Van egy csapunk is, nagyon jó. Van egy kesztyűnk is, várjatok. Amit fel tudok magamra pattintani, így is van. Királyság, plusz 4 fok, nagyon jó. 0,2 fok, meg tudnánk javítani elméletileg, hogyha repair. Meg tudjuk javítani, 36%-os kesztyűt meg tudjuk javítani egy kicsit. Sikerült is, nagyon jó, 100%-ra javítottuk. Így most már fél fokot véd. Nagyon jó. Campfire out, úgyhogy ezt begyújtjuk. És akkor megyünk kifelé a barlangba. Ez tényleg egy hosszabb rész lesz most, srácok, de ezt a napot mindenki be akarom fejezni. Előző kis rövid rész után ugye mondtátok többen is, hogy legyen hosszabb epizód. Hát most tessék, itt lesz, de a sok átvezető videó miatt csinálom amúgy most ezt. Itt ki kell menni, és szerintem akkor itt lesz vége az ötödik napnak. Most jön majd a day 6 szerintem. És akkor megnézzük, milyen küldetés vár majd ránk. Nagyon tölt, nagyon tölt. Nem, de így 5 van még mindig. Astrid, where did you go? Jó, olcsuk el. Ó, nem olcsuk el, ott van egy farkas. A farkas fél a tűztől. Az jó dolog, hogy fél a tűztől a farkas. Látjátok, ott egy farkas. Itt van Wolves. Avoid if you can. Nagyon-nagyon a farkasok és a kutyák itt nagyon veszélyesek. Nagyon félnek a tűztől, a torstól, a tábortűztől és a flerektől.
Felé kell dobni a torcsot, és elijesztjük. De elméletileg, hogyha nem vagyunk hozzá nagyon közel, akkor észre se fog venni minket. De szerintem... Ezt nézd. Annyira el van foglalva a kajával. Annyira van foglalva a kajával, hogy észre se vett. Jó, mert amúgy pont ki akar aludni a torcsom, tehát nem is baj, hogy nem. Nem vette észre minket most. Szerintem itt még lesz. Ennyivel nem úsztuk meg egy farkassal az egész történetet. Mondjuk abból, ha elüldöztük volna, abból tudtunk volna húst gyűjteni. Abból a szarvasból, de... Inkább én azt mondom most, hogy jobb a békesség. Road. Yeah, egy út. Itt vannak autók, meg minden. Menjünk el a végére. Nyilván itt a vége az útnak. Ahogy látom. Vannak ezeket a kavicsokat felszedem, mert... Ha. Csináljunk egy torcsot, én amondó vagyok, srácok, mert... Ez így nem lesz jó, hogy egy ilyen nagyon gyenge torcsunk van. Van egy, oké, nagyon jó. Há, rakjuk el, most nem kell úgyse. Viszont szedünk föl sticket, mert abból kevés van. Aha, fárad a karakterünk. Lassan majd már keresni kell olyan helyet, ahol tudunk aludni is. Autó. Át tudjuk kutatni a kocsit. Hát, ha lesz benne valami jó cucc. Open. Be tudunk ülni. Vikóz. Take shelter. Cars can serve shelter. Protecting for a deadly vine. Tehát a széltől és a vadvilágtól megjóv minket a kocsi. Aha, itt nincs semmi. Ki kell szállnunk, és akkor elsülés is be kell ülni. Nagyon jó. Aha, át tudjuk kutatni. Kaptunk egy szódát. Mi van még itt? Semmi más nincsen. Kiszállunk. Elejébe be tudunk nézni. Hú, aha, nagyon jó. Kutassuk ki a kocsikat, nézzük meg, van-e benne valami. Semmi. Itt egy aksi, de ezt nem tudjuk kivenni. Ja. Oké, és szerintem ezt kell csinálnunk valószínű végig. Trail, arra van egy trail. Ó, és zene is jött. Milton? Szerintem beszállni a kocsikba. Kell a cucc. Hát, ha találunk valami jó cuccot. Ez össze van törve ez a kocsi. A hátsülésen is lehet valami, viszont hátra nem tudok nézni. Hoppá! Requires pry bar. Aha, kéne valami feszítővas. Az, hogy azoknak a hátulját ki tudjam nyitni. Hiába, op, ott le tudom nyitni mondjuk. Viszont azt nem érem el innen. Kesztyűtartót, azt nem érjük el, csak előről. Itt van a földön valami. Gyufa! Jerky! Nagyon jó. Hát, srácok, muszáj tényleg körbenéznünk itt. Hopp! Egy kis tűzifa. Beszállunk ismételten. Hopp, ruha. Nagyon jó. Nem, mert valahonnan véletlenül leesik valami kulcs, az tök jó lenne. Ez üres. Nyisd ki, nyisd ki. Nincs benne semmi. Vi be hátra. Sapka! Elég gyenge sapka, de dupla sapkát is fel tudunk venni. Sandbox módban legalábbis lehetett. Nem tudom, hogy lehet-e itt vajon. Nyisd le, jó. Oké, és semmi. Kiszállunk.
Jó, még itt van, mennyi autó van? Még kettő, ugye? Ja. Ops, és meg sem néztem a hátulját, de jó. Még ez is itt van. Cipő! Hút. Semmi. Beülünk hátra. Jó, beülünk előre. Kutatunk, kutatunk, és semmit nem találunk. Nem esik ki semmi személy, vagy valami innen. Nincs itt semmi. Itt sincs semmi. Semmi, és semmi. Jó, na, hát hova kell mennünk? Még mindig az van, hogy feded. Follow the road. Aha. De ott volt egy olyan, hogy trail. Tehát oda le lehetett menni. Hát szerintem srácok az lesz most. Hogy nem is tudom mi legyen. Menjünk tovább itt le. Lenézzük, hogy itt mi van. Na jó, ezt még gyorsan. Még gyorsan megnézzük, hogy itt mi van. Hát kezd ránk sötétedni egyébként. Aha, itt a folyó van. De az utat kell követnem. De mi van, hogyha én erre jövök el? Szigorúan a küldetést csinálom, akkor tök gyorsan vége lesz a játéknak, nem? De jó, vízesés. Ott egy kocsi lezuhanva. Abban még akár lehet jó cucc is van. Na jó van, srácok! Itt lesz vége ennek az epizódnak. És akkor a következőben folytatjuk innen erről a helyről, ahol most állok. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a The Long Dark második epizódját. Remélem, hogy tetszett, hogy ilyen hosszú lesz. Ez már lehet, hogy túl hosszú lett. Úgyhogy a következőt megpróbálom a kettő közé belőni nagyjából egy olyan 25 perc fél órára. Úgyhogy nagyon örülök, hogy megnéztétek. Köszönöm szépen. Találkozunk a következő epizódban. Makan voltam. Sziasztok!